Jelentős átalakulás kezdődött tavaly a szakképzésben. A cél azonban változatlanul az maradt, hogy helyben gyorsan reagáljanak a munkaerőpiaci igényekre, piacképes szakmát biztosítva a tanulóknak. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum iskoláiban 18 ágazat területén van erre lehetőség. Az új rendszer követelményeinek megfelelően az alapozást követően ágazati alapvizsgát szükséges tenni, ezt követően választanak a fiatalok szakmát, és mennek duális képzés keretében egy céghez tanulni, vagy maradnak az iskolai tanműhelyben. Ilyen vizsgát tehát idén először tettek a diákok, mint egy 400-an derült ki a 35 perc szerdai adásából. Az ágazati alapvizsgának az a célja, hogy meggyőződjünk arról, hogy valóban rendelkeznek azokkal a kompetenciákkal, amelyre szükség van. Tehát most például, ha vendéglátás turizmus ágazatban, gyakorlatilag ugyanazt fogják tanulni a cukrászok, a szakácsok és a pincér szakember, és ezt a vizsgát követően választ majd konkrét szakmát, és ők már rendelkeznek azokkal a legfontosabb kompetenciákkal, amely szükség van arra, hogy ő tovább majd ebben a szakmában tanulhasson. Az is változás, hogy a fiatalok a korábbi tanulószerződés helyett már munkaszerződéssel kerülnek a duális képzés biztosító cégekhez, ahol bért is kapnak az ott eltöltött idő alatt. Közben több egyetemmel is együttműködik a szakképzési centrum annak érdekében, hogy az okleveles technikus képzésen keresztül biztosítsanak átmenetet a fiataloknak a szakképzés és a felsőoktatás között. Ez arra is lehetőséget ad, hogy az egyetemek kreditformájában beszámítsák a már átadott tananyagot, és elengedjenek akár egy fél évet a tanulmányi időből. A főigazgató a bekerülés folyamatáról is beszélt a műsorban. Már most 9. évfolyamon meghirdettük ezt az oklaves technikus képzést, tehát mindenki, aki e, úgy gondolja, hogy szeretné ilyen irányban tovább tanulni, akkor ezekre az ágazatokra jelentkezzen, és hát a legjobbakat fogjuk kiválasztani közülük, akik az okleves technikus osztályba kerülnek. Ezzel nincs vége, tehát nem zártuk ki a többieket, hiszen ha van üres hely, akkor lehetőség lesz arra, hogy az ágazati alapvizsgát követően tizedikbe bekerüljenek ebbe az osztályba, vagy pedig érettségi utána technikus évfolyamon is bekerülhetnek, amennyiben van erre keret. A következő tanévtől egyenlőre két nyíregyházi iskolában lehet választani az okleveles technikus képzést, a bánkiban műszaki, a szétsényiben pedig közgazdasági területen.